Arany László, Lilit. Csábító, hős, nő, vagy gyilkos? Négyezer éve járja Lilit a földet, s jelenik meg az írók, költők és művészek misztikus gondolataiban. Sokan tartják eredetét sötétnek, és a babilóniai démonológiához kötik, ahol amuletteket és varázslatokat használtak arra, hogy ellensúlyozzák a szárnyas lélek várandós anyákra és csecsemőkre gyakorolt baljós hatását. Lili alakját később átvették a hetiták, az egyiptomiak, a görögök és a zsidók. Egyetlen alkalommal jelenik meg a Bibliában, amikor is pusztító, magányos démon alakját ölti, aki elől és a hiás proféta kitér. A középkorban újra megjelenik a zsidó forrásokban, például a Talmudban, mint Ádám félelmetes első felesége. A Reneszánsz idején Michelangelo félig nő, félig kígyó testülénként ábrázolta Lilitet a tudás fája köré tekeredve. Később a szépsége magával ragadta az angol költőt, Dante Gabriel t Bűbájos haja, írta, volt az első arany. Az ír novelista úgy nevezi őt, mint az elvetéltek védőszentje. Az újkori feministák Ádámtól való függetlenségért folytatott merész harcát ünneplik. A neve megjelenik egy zsidó női magazinon és egy nemzetközi műveltségi programban. A Szép Lili címmel évente megrendezett zenei fesztivál rendszeresen felajánlja bevételét a női szükségszállások és a merrák támogatására. A legtöbb megnyilvánulásában a vörös hajú Lilit káoszt jelent, csábítást és istentelenséget. Mégis minden látszat ellenére elbűvöli az emberiséget. Első ábra. Szárnyas teremtmény zuhan alá az égből, a New Yorki művész Richard Kalner szeretők Lili születése 1964 című festményén. Jelenleg magánygyűjteményben található. Középkori zsidó hagyományok szerint Lilit volt Ádám első felesége Éva előtt. Amikor Ádám ragaszkodott hozzá, hogy alárendelt szerepet játszon, Lilit szárnyakat növesztett, és elrepült az étemből. Kalner nagy méretben festette meg a képét, a középtől jobbra, Lilith alakját nem teljes egészében a vallásból vették, a középkori szerzők ősi babilóniai legendákhoz nyúltak, a szárnyas lili történeteihez, aki egy csábító és gyilkos démon volt. Mostanában Lilith alakja újabb változáson megy át, ahogyan a feministák újra értelmezik a történetét. Sőt, egyenesen Lilith evolúciójáról ír Janet Howe Gaines a kép Richard Carner szívességéből Letem, New York. Lilith legelső említése a Gil Games és a Hulupufa történetből ismert egy sumér epikus költeményből, amelyet Úrvárosában találtak, Skábé Krisztus előtt 2000-re datálható a kora. A hatalmas uralkodó, Gilgames, a világ első irodalmi hőse, bátran legyőzi a szörnyeket, ám hiába keresi az örök élet titkát. Az egyik fejezetben, miután a meny elválasztatott a földtől és az ember megalkottatott, Gilgames sietve rohan Inanához, a szenvedélyes szerelem és a háború istennőjéhez. A nő kertjében, közel az Eufrátes folyóhoz, Inana egy fűzfát, ulupu gondoz, egy fát, amelytől azt reméli, hogy a saját trónja és az ágya lesz. Innan tervei azonban majdnem meghiúsulnak, amikor egy hitvány triumvirátus megszerzi a fát. A gonosz tevők egyike, Lilit, Inanna a legnagyobb bosszuságára képtelen volt megvalósítani a reményeit, ugyanis ekkoriban egy sárkán készített fészket magának a fatövénél. A zúmadár a fiókáit a koronájába helyezte el, és annak közepén a démoni Lilit felépítette a házát. Nehéz fegyverzetet viselve a bátor Gilgames megölte a sárkányt, elűzte a hegyek közé a zúmadarat, és ráijesztett Lilitre, hogy az a sivatagba menekült. Második ábra. Lilit? Az 1930-as években a tudósok Lilitként, a babiloniai késővár démonnőként azonosították be a terrakotta táblácska fő alakját. Manapság az alakra általában a szerelem és a háború istennőjeként tekintenek, a sumérok számára ő volt Inana, és a későbbi akádok számára Istár. Mindkét karakter feltűnik a Gilgames és a Hulupufa történetében, ahogy az fentebitéztük. A nő szarfpárokból álló koronát visel, szárnyai vannak, s a lábai madárlábak. Bagjok társulnak hozzá, Lilithhez kapcsolják őket, és két oroszlán hátán áll. Inanna szimbólumai. A mezopotámiai mitológia szerint Lilith, a démon nő, Lilitu vagy Ardat Lili, Ardat a szír és etióp megfelelője az árpád névnek, és arra a bizonyos mezőre utal, amelyben a legnagyobb proféták egyé váltak az Istenná. Éjszaka szállt alá, elcsábította a férfiakat, és megölte a várandós nőket és a csecsemőket. Ez az éjjeli teremtmény egyszer a Bibliában is megjelenik, Ézsaiás 34-ben, ahol felsorolásra kerülnek a sivatag vad népei, hiénák, kecskedémonok és a lilit. Ézsaiás 34-14 Jakab király bibliájában Lilit nevét sikoltozó bagolynak fordítják. Nyilvánvalóan a démon éjjeli repüléseire utalva, amint áldozata ut után keres, kép a nagy anyáról. A Gion egy időben készült egy terrakotta táblácska, a Bernie Relief, amelyet néhány tudós az első képi Lilit ábrázolásnak tulajdonít. Mostanság már inkább Inanaként azonosítják. A babilóniai Rölajf hemesztelen tündérként ábrázolja őt madárszárnyakkal és madárlábakkal, a haja egy szarfpárokkal körberakott, így módon díszített fejfedő alá van téve. Két oroszlán hátánál és két bagoly között láthatóan engedelmeskednek akaratának. Lilitet a bagolyhoz kötik, az éjszakai ragadozó madárhoz eképpen kapcsolható az éjszakai repülésekhez és az éjszakai keltéshez. Lilit megidézésére vonatkozó korai források szerint démonszárnyakon utazik az alvilági lakosok számára a hagyományos közlekedési módon. A Krisztus előtt 7. vagy 8. századra datálható arslan 1933-ban Szíriában felfedezett mészkőtábla viszont már borzalmas módon említi Lilitát. A tábla valószínűleg egy várandós nő szobájában függött, és mint amulett szolgált Lilittel szemben, akiről azt tartották, hogy az ajtóban leselkedik, és jelképesen visszatartja a fényt. Az egyik fordítás szerint, ó, te, aki a sötét szobában száz, Tartsd távol magad ebben a pillanatban. Ebben a pillanatban. Lilit, túlvaj, csontok eltörője. Feltehetően, ha Lilit meglátta a saját nevét a táblára írva, megrettent a felismeréstől, és gyorsan eltávozott. A tábla így védelmet kínált Lilit gonosz szándékaival szemben az anya és a gyermek számára a nők életében bekövetkező kritikus alkalmak, mint például az első vérzés jelentkezése, a házasság, a szüzesség elvesztése vagy a gyermekszülés az ősi ember számára természetfeletti erők működését jelentette. Az újszülöttek magas halandóságának megmagyarázására például a démoni istennőt tették felelőssé. Lilit történetei és amulettjei talán nemzedékeken át nyújtottak segítséget az embereknek, hogy megbirkózzanak a félelmeikkel. Idővel az emberek szerte a közel egyre jobban megismerték Lilith mítoszait. A Bibliában csupár egyszeresik említés róla, Ézsaiás 34-ben. Ézsaiás könyve a Héber proféciák összefoglalása, és sok évetől át, a könyv első 39 fejezete gyakran hivatkozik első Ézsaiásra. Ezt az időszakot lehet hozzárendelni ahhoz, amikor a próféta élt. Kb. Krisztus előtt 742-től 701-ig. Ézsaiás könyvében a próféta végig arra ösztönzi az Isten népét, hogy kerüljék el azokkal az idegenekkel való érintkezést, akik más isteneket imádnak. A 34. fejezetben kardot forgató Jehova elbosszút a hihetetlen edomitákon, az örök kívülállókon, Izrael ősi ellenségein. A szóban forgó apokaliptikus költemény szerint Edom kaotikus sivatagi vidékké lesz, ahol a talaj terméketlen és vadon élő állatok vándorolnak. Vadmacskák találkoznak hiénákkal, kecskedémonok üdvözlik egymást, ott nyugszik meg Lilit is, és lel nyug helyet magának. Ézsaiás 34.15 A démoni Lilit láthatóan jó ismerős volt Ézsaiás hallgatósága számára, nem volt szükséges személyazonosságának mélyebb feltárása. Ézsaiás idézett szakasza nem ad tehát Lilitről részletes leírást, ám annyit megtudunk, hogy az elhagyatott helyeket keresi. A bibliai vers Lilitet közvetlenül a Gilgames Games eposzban szereplő démonhoz kapcsolja, aki elmenekül a sivatagba. A Bibliában szereplő történetet is minden bizonyal innen vették át, ahogy sok más esemény leírását is. A sivatag hagyományosan szellemi és fizikai sívárságot jelent, olyan helyet, ahol az alkotókészség és maga az élet is gyorsan kialszik. Lilit a nő, ellentéte a férfias rendszernek, kitiltották a termékeny területről, és száműzték a kopár pusztaságba. Harmadik ábra Az ördöki lilitet ábrázolja, ez a mezopotámiából származó kerámiatá. Az arámi nyelvű varázslat célja az, hogy megvédje a kvökké nevű férfit és családját a különböző démonoktól. A ráolvasás így kezdődik távolítsd és űzd el az átkokat és a varázslatokat Quickkéről, Gasné fiáról és Abiról, Nanai lányáról és az ő gyermekeikről. Ha bár Lilit neve nem bukkan fel, esetlegesen mégis beazonosítható más tálakon szereplő képek segítségével, amelyeken támadóan magasra tartott karokkal szerepel, a bőre pedig a leopárdéhoz hasonlóan pöttyös a kora kb. Krisztus után 600 lehet. A tál pedig a Harvard Egyetem Sémi Múzeumában található, alátámasztja Lilith időben hosszan elnyúló hírnevét Mezopotámiában, mint férfiak elcsábítója és gyermekek gyilkosa. Kép. A Harvard Egyetem Sémi Múzeumának szívességéből. Ézsaiás 34.14 versének angol nyelvű fordítói olykor figyelmen kívül hagyják olvasóik ismereteit a babilóniai démonológiáról. Jakab király bibliája a versben szereplő Lilith kifejezést sikoltozó bagolynak fordítja, emlékeztetve a babilóniai női démon madárszerű tulajdonságaira. A javított standard változat az éjszakai szokásait ragadja meg, és a Lilit név helyett éjjeli boszorkánynak nevezik őt, miközben az 1917-es a Szentírás zsidó közösség szerinti kiadása éjszakai szörnyetegnek hívja őt. A Héber szöveg és a legjobb fordításai ézsaiás versei tekintetében a Lilit kifejezést használják, miközben a többi változat a madár kinézetét vagy az éjszakai boszorkány mi voltát hangsúlyozzák? Vajon miért félnek oly sokan leírni az eredeti nevét? Miért nem hajlandóak? Miközben Lilith neve nem szerepel többé a Bibliában, ismét megjelenik a Kimiránban talált holtengeri tekerceken. Kimiráni szekta jártas volt a démonológiában, és Lilith neve megjelenik a bölcsek dalában. Egy himnuszban, amelyet talán ördögűzés céljából használtak. És én, a bölcs, hangoztatom az ő szépségét, hogy megfélelimítsem és összezavarjam a pusztító angyalok valamennyi szellemét, és a fattyú szellemeket, a démonokat és lilitet. És azokat, akik hirtelen sújtanak le, megtéveztik a megértés szellemét, és pusztasággá teszik az ő szívüket. Kumiráni közösség bizonyára ismerte az Ézsaiás szöveget és a Bibliában szereplő bázlatos jellemzést Lilitről, s ezt vízhangozza a holtengeri liturgikus tekercs is. Lilit valószínűleg felbukkan egy második holtengeri tekercsben is. Századokkal a holtengeri tekercsek megírását követően tanult rabbik befejezték a babilóniai talmudot. Végső szerkesztés kb. 5 600 as évek, és a női démonok beköltöztek a zsidó tudósok vizsgálataiba. A talmud, az elnevezés a Héber tanulmányozi kifejezésből származik, a törvényekre vonatkozó beszélgetések rövid összefoglalója, a jelentős rabbik elbeszélései, és a Biblia sorai fölötti meditációk. A Talmudban kevés szó esik Lilitről, ám ezek a hivatkozások is megmutatják, mit is gondolnak róla. A Talmudban szereplő Lilit a babilóniai képből származik, ugyanis hosszú hajú volt, Erubin 100b, és szárnyai, Nida 24b. A Talmudban leírt Lilit kép ugyancsak megerősíti a régi idők elképzeléseit. Nem is tehet mást, hiszen azok számítanak forrásául. Az ő szukubusz mi voltát, egy női démon alakét, aki akkor egyesült a férfiakkal, amikor azok aludtak. A rossz indulatú szexuális praktikák végzését ugyancsak Lilithhez kapcsolták, mivel hangsúlyosan megtestesíti a démoni szerető misztikumát. Az egyik talmudi utalás szerint az embereknek nem tanácsos éjjel egyedül aludni, Lilith ugyanis meggyilkolja őket. Sabat 151b. Ábel halála és Szed születése között telt 130 évre vonatkozóan a Talmud beszámol róla, hogy a megzavarodott Ádám elhagyja Évát. Ez alatt az idő alatt a szellemek és a férfi démonok és a női démonok vagy éjszakai démonok atyává válik, Erubin 18b. És azok, akik megpróbálják felépíteni Bábel tornyát, Majmokká, szellemekké, ördögökké és éjeli démonokká alakulnak. Sandehedrin 109a. Az éjeli női démon Lilit. Abban az időben, amikor a Talmud teljessé vált, a babilóniai Nippur zsidó közösségében élő emberek is tudtak Lilitről alakja számos feltárt kerámia edényen felbukkan, amelyeken arámi nyelvű varázsszövegeket lehetett olvasni. A forrás nem felel meg arra a kérdésre, hogy ha ezek az edények az állítólagos zsidó közösség területén kerültek elő, akkor vajon miért arámi nyelvűek? Amennyiben a Talmud azt ábrázolja, hogy a tudósok mit gondoltak Lilitről, ezek a bizonyos varázsszövegeket tartalmazó tálak, amelyek Krisztus után 600 körül készülhettek, azt mutatják, mit gondoltak róla az átlag lakosok a Talmud születését követően. Vagy pedig közönséges hamisítványok a Talmud szellemében. Az egyik tálon, amely jelenleg a Halvárt Egyetem Sémita Múzeumában van kiállítva, a következő olvasható: Te, Lilit! Boszorkány és gyermekrabló, Kérlek téged Ábrahám erőteljes lénye által, Izsák sziklája által, És Jákob istene, Sadai által, Tarts távol magad ettől a Rasinóitól, És Gejannitól, az ő feleségétől, A parancsod és a leveled Szent angyalok által küldetett el. Ámen, ámen, selha, halleluja! Vajon egy átlagos zsidó közösség miért arámi nyelven fogalmaz meg távol tartó átkot Lilittel szemben? A szöveg célja, hogy egy rassinói nevű nőt megvédelmezzen Lilittől. A népszerű florkról szerint a démonok nem csak megölték az emberi csecsemőket, hanem romlott utódokat is nemzettek, egyesítve önmagukat emberi lényekkel, éjszaka párosodván velük. Ennél fogva ezen a bizonyos tálon egy zsidó, miért az? Távol tartó átok kiűzi a démonokat Rasnói házából. A 7. századig Lilith a női energiák sötét és bajlóslatú megtestesülése volt. A középkorban azonban a babilóniai női démon még veszedelmes jellemvonásokat öltött magára. Valamikor az ezres év előtt született meg a Ben Shira ABC című munka a középkori zsidóság számára. Az ABC szerzője ismeretlen, a mű 22 fejezetből áll, megfelelve a Héber ABC 22 betűjének. Az ötödik fejezet említést tesz Lilitről, aki gyötörni fogja és rettegéssel eltölteni az eljövendő nemzetékeket. Bizonyos értelemben Ben Shira ABC-je az ismerős Lilitet mutatja be, romboló erővel bír, tud repülni, és erős, szexuális indítatásai vannak. A történet azonban új irányt vesz Ádám első felesége ő, Éva előtt, aki bátran maga mögött hagyja az édent, mert a férfi alárendeltjeként bánnak vele. Az ABC Lilitről szóló elbeszélésének keretét Nabukodonozor, Babilon királyáról szóló történet behelyezi. A király ifjú fia megbetegszik, és egy bensira nevű udvaroncnak megparancsolják, hogy ápolja. Isten nevéhez esdekelve Bensira amulett feliratot készít a három gyógyító angyal nevével. Azután elmeséli a történetet, e három angyal miként utazza körbe a világot, hogy alávesse a gonosz szellemeket, mint például Lilitet, aki a betegség és a halál okozója. Bensira idézi a bibliai szövegét, jelezvén, hogy Ádám megteremtése után az Isten rájött, hogy az embernek nem jó egyedül. Genesis 2.18 Bensira ábrándos kiegészítésekkel látja el a bibliai történetet, a mindenható ekkor újabb embert formál a földből, egy Lilit nevű nőt, hamarosan az emberpár elkezd veszekedni, mert egyik sem hallgatta meg a másikat. Lilit visszautasította, hogy Ádám alá feküdjön szerelmeskedés közben, ám Ádám ragaszkodott hozzá, hogy alul van Lilit megfelelő helye. Ádám láthatóan azt hiszi, hogy Lilitnek alázatosan kell teljesítenie a feleség kötelezettségeit. Lilit másrésztről nem akar uralkodni senki fölött egyszerűen csak kijelenti személyes szabadságát. Lilit azt mondja, egyenlőek vagyunk, mert mindketten a földből alkottattunk. Lilit érvelésének hangsúlyossága még határozottabban megjelenik héberül, ahol a férfi jelentésű szó, Ádám, és a föld ugyanabból a gyökérből származik. Mivel Lilitet és Ádámot ugyanabból a földből alkották, egyenlő jelentőséggel bírnak. A veszekedés folytatódik egészen addig, amíg Lilit annyira csalódottá nem válik, Ádám makadságával és gőgösségével szemben, hogy hegyként kimondja a tetragrammotot, azaz Isten kimondhatatlan nevét, amelyet a legtöbb Biblia Úristennek fordít le, és nagyjából megfelel a kifejezés a jelven szónak, amely hosszú időn át szentnek és kimondhatatlannak minősült. A Jeruzsálemi templom korában csupán csak a főpapok ejthették ki a szót hangosan, és ezt is csupán egyszer egyében tehették az engesztelés napján. A zsidó teológia és a gyakorlat szerint még mindig rejtély és fenségesség tartozik Isten e különleges nevéhez. Negyedik ábra, Éva találkozása Lilittel, női arcú, kígyó testülénként ábrázolva, aki ostromolja őt és Ádámot a tudás fája alatt. Hugo van der Ghost, Ádám és Éva bukása című festményén 1470 körül a Bécsi Kunsthistorisch Múzeum festményén. A középkori zsidó apokrif hagyomány szerint, amely megkísérli összeegyeztetni a két teremtés történetet, Lilith Ádám első felesége volt. A Genesis 1.27-ben az Isten a férfit és a nőt egyidejűleg alkotja meg földből. A Genesis 2.7-ben azonban Ádámot magát alkotja meg a földből, évát csak később Ádám bordájából. Genesis 2.21-22 A zsidó hagyományok szerint a Lilith név az Ádámmal egyidejűleg alkotott nőhöz kötődik. A tetragrammatonra úgy hivatkoznak, mint a név, amely minden magában foglal. Zohar 19 -a. A Bibliában az égő csipkebokor történetében a kivonulás háromban az Isten elmagyarázza az Isteni név jelentését, a vagyok, aki vagyok, illetve leszek, aki leszek jelentéssel, egyfajta formulát ad meg kifejezésre, amely összekapcsolható a Héber lenni gyökérrel. Úgy gondolják, a túra egésze e szenné valával rendelve. Az ABC-ben Lilit bűnt követel a szent hangok kiejtése által, ezáltal bizonyítja a középkori közösségnek a paradicsomban való tartózkodásának alkalmatlanságát. Lilit ezért elrepül, megszerezve magának az ehhez szükséges hatalmat, Isten közismert nevének kiejtése által. Habár földből készült, nem kötött a földhöz. Drámai távozása újra szervezi Lilith természet fölötti karakterét szárnyos ördökké válik. A Gilgamesh eposzban és Ézsaiás történetében Lilith sivatagos helyre repül el. Benshira abc ben a sorsa a Vörös-tengerhez vezeti, a zsidó emberek számára történelmi és szimbolikus fontosságú helyre. Ahogyan az ősi izraeliták megszabadultak a fáraótól a vörös tengernél, ugyanúgy szabadult meg Lilit Ádámtól is, megérkezvén erre a helyre. Bár Lilit az, aki elhagyja a társát, mégis ő érzi magát dühösnek és visszautasítottnak. A mindenható azt mondja Ádámnak, hogy ha Lilit nem lenne hajlandó visszatérni, akkor minden egyes napon a nő száz gyermekének meg kell halnia. Nyilvánvaló, hogy Lilit nem csak gyermekek egy gyilkoló boszorkány, hanem hihetetlen mértékben termékeny anya is. Így módon segít a világ egyensúlyát fenntartani a jó és a rossz között. Három angyalt küldtek el Lilit keresésére, amikor megtalálták őt a vörös tengernél, ő visszautasította az édenbe való visszatérést, azt állítván, hogy gyermekek elpusztítására teremtették. Bensira története arra enged következtetni, hogy Lilitnek gyermekeket kell megölnie az Ádámmal kapcsolatos vitája megtorlása következtében, és Isten ragaszkodik hozzá, hogy naponta száz utódját megölje. 5. ábra a vaklilit láncra verve. Olvashatjuk ezt a Héber nyelvű figyelmeztetésen, ezen a 18-19. századi amuletten, amely azzal a nyilvános szándékkal készült, hogy megvédje a csecsemőt a démonnőtől. Az Izraeli Múzeumban található. A kis kiskörök, melyek körbeveszik a testét, jelképezik a láncot. Az isteni név kódolt formában van leírva, a kódneve Adbas, a merészen lefelé. Mindezek alatt egy ima található, véd meg ezt az újszülött fiút mindenféle sebesüléstől és gonosztól. Ámen. A központi kép körül rövidített idézetek szerepelnek a számok könyvéből 6, 22, 27. Az Úr áldjon meg téged, és tartson meg, és a 121-es Zsoltárból felemelem a tekintetem a hegyekre. Az apokrif bensíra abc -e szerint Lilit megígérte, hogy egyetlen gyermeknek sem fog ártani, aki a nevét viselő amulettet hordja. Kép, Izrael Múzeum, Jeruzsálem. Annak megakadályozására, hogy a három angyal a vörös tenger vizébe folytsa őt, Lilit az Isten nevére megesküszik, hogy egyetlen csecsemőnek sem fog ártani, aki az ő nevét tartalmazó amulettet viseli. Ironikus módon, azáltal, hogy Lilit megkötötte az egyességet az angyalokkal, bizonyította, hogy nem teljesen szakadt el az istenségtől. Lilit viszonya Ádámhoz már egy másik történet. Konfliktusuk egyike a patriarchális kontra matriarchális uralom kérdésére irányul, vagyis az emancipációra, és ezt az ellentétet a pár képtelen feloldani. A nemek arhetipusuk csatáját vonultatják fel. Nem is igyekeznek megoldani a vitájukat valamiféle kompromisszum megkötésével, például, hogy felváltva legyenek felül, szó szerint és átvitt értelemben. A férfi nem képes megbirkózni a nő szabadság iránti vágyával, és a nő pedig semmi kevesebbel nem éri be. Végül mindketten veszítenek. Miért alkotta meg az ABC névtelen szerzője ezt a tragédiát? Mi kényszerítette arra a szerzőt, hogy felvesse? Ádámnak Éva előtt már volt egy felesége. A válasz talán a Biblia kétféle teremtéstörténetében található. A Genesis 1-ben az élő dolgok adott rendszerint jelennek meg. Növények, aztán az állatok, és végül a férfi és a nő egyszerre, a hatodik napon. Férfinak és nőnek teremtette őket. Genesis 1.27 Ebben a változatban az ember eredete a férfié és a nőjé az emberiségi, az új átdolgozó standard kiadás szerint együtt teremtés által következik be, és ezért egyenrangúnak tekintendők. A Genesis 2-ben azonban a férfi teremtése történik meg előbb, őt követik a növények és az állatok, s végül a nő. Azért jön utoljára, mert a vadállatok és a madarak sorában, amelyeket az Isten megteremtett, nem lelt megfelelő segítségre. Genesis 2.20 Az Úr ezért mély álmot bocsájt Ádámra, s visszatér a munkához, megalkotván a nőt Ádám bordájából. Az Isten átnyújtja a nőt Ádámnak, aki elfogadja őt, és Évának nevezi el. A hagyományos értelmezése a teremtés története második változatának az, amelyet a tudósok a beszámolók közül a régebbinek tartanak, hogy a nőt azért alkották meg, hogy a férfi kedvére tegyen, és maga alá rendelje őt. Feltételezve, hogy a Biblia minden szava pontos és szent, a kommentátoroknak egy mitrásra van szüksége, hogy megmagyarázzák a teremtés elbeszélésében található ellentmondást a Genesis 1-ben és a Genesis 2-ben. Az Isten kétszer teremti meg a nőt. Egyszer a férfival együtt, és egyszer a férfi bortájából, ezért tehát két nőnek kell lennie. A Biblia meg is nevezi ezt a második nőt, Éva. Lilith beazonosítására később került sor a történet teljesététele véget. Természetesen ugyancsak megfontolást képezi az a tény, hogy a mózesi történeteket jóval korábban élt, más népek mítoszaiból vágták össze, s aki ezt cselekedte, kihagyott teljes részeket, illetve hanyag és figyelmetlen volt. Így kerülhettek bele a Bibliába, és maradhattak fent ezek az ellentmondások. Ám az is lehet, hogy a Niszeai és a Tridenti zsinat közötti 1200 év alatt, amikor még szabadon politikai és vagy hatalmi igény szerint szerkesztették a Bibliát, valakik rosszul dolgoztak. Egy másik elképzelhető elmélet Lilith teremtése kapcsán, hogy Ben meséje teljes egészében és szánt szándékkal szatirikus történet, amely kigúnyolja a Bibliát és a Talmudot és más rabinikus szövegmagyarázatokat. Valójában az ABC nyelvezete gyakran durva és hangszíne tiszteletlen, rámutatván a bibliai hősök, mint például Jeremiás kétszínűségére, és gyakran komoly értekezéseket kínál vulgáris dolgokról, mint amilyen az önkielégítés, a szellentés és az állatokkal való nemi egyesülés. Ilyen szövegkörnyezetben Lilith története akár közönséges paródia is lehet, amely sohasem jelent meg a tényleges rabinikus gondolatok között. Esetleg a rabinikus diákok és a közönség számára nyújtott szórakozást, és maradt ismeretlen komoly tudósok számára az idő nagy részében. Az ABC írója szándéka szerint akár a legkorábbi midrást írta meg, akár a vallási burleszkeket, az értekezés leszögezi, hogy Lilit alkalmatná vált a Ádám segítőjeként való szolgálatra. Miközben a középkori olvasók esetleg jót nevettek a történet erkölcstelenségén, a történet kissé merész befejezésével Lilith szabadság utáni vágyát a férfi által dominált társadalom megakadályozta. Ennek okán Lilith valamennyi mítosza, Bensira ABC-ben való ábrázolása manapság vált a leghangosabbá, annak ellenére, hogy a szerzője esetleg arra törekedett, hogy szent szövegeket hamisítson. Miközben természetesen a fenti gondolatmenet semmit sem mond arról, hogy a Szent Bibliában az ember teremtésére kétféle leírás létezik. Hatodik ábra A polka bikinit és magas sarkú, körömcipőt viselő Lilit villámcsapással sújtja Ádámot ezen az Elison Mary texasi festő által készített és az ő gyűjteményében szereplő színes képen, melynek a címe Lilit 1999-ben készült. Manapság a feministák ünneplik Lilitet, mivel ragaszkodott hozzá, hogy Ádámmal magával egyenlőnek tekintessem. Lilit modern ábrázolása nagy mértékben támaszkodik Bensira ABC-re, ahol Lilit azt mondja Ádámnak. Egyenlőek vagyunk, mert mindketten a földből teremtettünk. Ám az ABC szerzője mindezeket a kijelentéseket szatíraként igyekezett megírni, és azt akarta, ilyen értelemben is fogadják sorait. A munka ugyanis tele van piszkos viccekkel, a képmutatók dicséretével és csípős szarkazmussal. Az Istenfélő személy, Bensira, aki elmeséli Lili történetét az ABC-ben, Jeremiás próféta és lánya vérfertőző kapcsolatából meríthetett. Kép Alison Meriwether szibességéből. A következő mérföldkő Lilith utazása kapcsán a zsuhárban rejlik, amely Lilith édenbeli szerepének egyik korábbi változatát használja fel. A zsuhár vagyis ragyogás, a Héber címe egy alapvető fontosságú kabalisztikus kötetnek, melyet először a spanyol Mózes de Leon, 1250-től 1305-ig állított össze korábbi források felhasználásával. A kabalisták számára késő középkori mítikus gondolkodású iskola, a Zsohár, a Tóra misztikus és allegórikus értelmezése ezért szentnek tekinthető. A Zsohárban szereplő Lilit a Genesis 1.27 újraolvasásán Megteremti az Isten a férfit az ő hasonlatosságára, az Isten hasonlatosságára teremti őt, férfinak és nőnek teremti őket. És ennek a versnek a Talmudban való értelmezésén alapszik. A főnév többes számra váltására alapozva teremtette őt, teremtette őket. A Genesis 1.27-ben a Talmud azt veti fel, hogy az első emberi lény egyetlen, adrogül volt, két jól megkülönböztető féllel. Először az volt a szándék, hogy két ember, férfi és nő, jöjjön létre a teremtés által, de végül is csak egyikük megteremtésére került sor. Erubén 18 -a. Századokkal később a Zsóhár kifejti, hogy a férfi és a nő nem sokkal később szétválasztásra került. A női része az emberi lénynek az egyik oldalra került, ezért az Isten mély álmot bocsájtott Ádámra, és lefűrészelte őt róla, és feldíszítette őt, mint menyasszonyt, és odavitte őt Ádámhoz. Ez a csatulódó rész volt az eredeti Lilit, aki Ádámmal volt, és aki várandós lett tőle. Zsuhár 34b. Egy másik szöveg arra utal, hogy amint Éva megteremtetett, és Lilit meglátta riválisát Ádámhoz ragaszkodni, Lilit elrepült. A zsóhár, miként a Lilitre vonatkozó korábbi álláspontok is, úgy tekint rá, mint ártatlan férfiak gonosz elcsábítójára, a gonosz szellemek szaporítójára és a korságok hordozójára. Éjszaka kell útra, bosszantja az emberek fiait, arra kényszeríti őket, hogy bemocskolják önmagukat, magjuk kibocsátásával. Zsohár 19b A szakasz folytatja azzal, hogy elmondja, gyaruntlan áldozatok fölé emelkedik, felkorbácsolja vágyaikat, megfogan a gyerekeikkel, és megfertőzi őket korságokkal. Ádám az egyik áldozata, hiszen adja számos szellemnek és démonnak, a tisztátalan erők révén, amelyeket Lilitből szívott magába. Lilit szexuális szabadsága folytatódik addig a napig, amíg az Isten el nem pusztítja az összes gonosz szellemet. Lilit mindenkit megkísérel elcsábítani. Még Sába királynőinek alakját is magára ölti, ám amikor az izraeli király kémiai kinyomozzák, hogy szőrös a lába, a király rájön, hogy nem másról van szó, mint egy bestiális szélhámosról. Számos ponton a zsuhár elválik az isteni személyiség hagyományos megjelenítésétől, aki többnyire kizárólag férfi, és beszél az isten női jellegéről is, akit Sekinachnak néven említ. A Sekinach név jelentése az isteni jelenlét héberül, és ugyancsak felbukkan a talmudban is. A zsuhárban a vágy, amelyet Lilit a férfiakba ültet, számüzetésbe küldi Sekinat. Amennyiben Sekinak Izrael anyja, akkor Lilit Izrael hitehagyásának anyja. Lilitet még azzal is vádolják, hogy szétszaggatta a tetragrammatont az Úr Szent nevét. A zsóhár végső újítása a Lilith mítosszal kapcsolatban az, hogy mellé helyezi a gonosz hímnemű személyiséget, akit hol Samaelnek, hol Asmodeusznak hív. A sátánhoz, a kígyóhoz és a bukott angyalokhoz kapcsolja. Lilit és Samael szentségtelen szövetséget költ. Zsóhár 23b, 55a és a romlottság negatív és sötét szféráját testesíti meg. A Samaelről és Lilitről szóló számos történet egyikében az Isten amiatt nyugtalan, hogy a pár hatalmas démoni utódok seregét hozza világra, és árasztja el általuk a földet konossággal. Samael ezért kasztrálják, és Lilit azzal elégíti ki a saját szenvedélyeit, hogy más férfiakkal bujálkodik, éjjeli külövelősüket okozza, amit aztán felhasználva várandós lesz. Mivel Lilit felbukkan a zsohárban és számos népmesében szerte Európában, a századok során jó néhány jól ismert művésznek és írónak keltette fel az érteklődését. Itt van mindjárt a német Johann Goethe 1479-től 1832-ig, Faust című munkájában utalásokat találunk Lilitre, vagy az angol viktoriánus kor költője Robert Browning 1812-től 1889-ig szerzeménye az Ádám, Lilit és Éva újabb bizonyíték a női démon kitartó erejére. A pre költő és festő Dante Gabriel Rosetti 1828-tól 1882-ig képzelet gazdag leírást ad Lilit és a kígyó között az édenben megköttetett alkuról. A tisztestéktelen szándékú és rosszindulatú Lilit meggyőzte korábbi szerelmét, a kígyót, hogy kölcsönözze számára az ő hüllő alakját. A kígyó áruháját öltve visszatér Lilit az édenbe. Rábeszéli Ádámot és Évát, hogy bűnt kövessenek el, egyenek a tiltott gyümölcsből, és ezzel az Istennek nagy szomorúságot okozzanak. Rosetti azt állítja, hogy egyetlen csepp vére sem volt emberi. Lilit csodálatos nőt formázott, amilyen a Lady Lilith című festményén is látható, melyet 1864-ben kezdett el festeni. 7. ábra. Gabriel Rosetti. Lady Lilith 1950-ben C.S. Lewis segítségül hívta Lilith képét a fehér boszorkány megalkotásakor, az egyik legvésziós teremtmény megformálásakor ebben a misztikus világban. Mint Lilith lánya, a fehér boszorkány sorsa szerint meg kell, hogy ője Ádám és Éva gyermekeit. Örökös faggyal sújtva narniát, s ha bár ott még mindig tél van, ám karácsony soha. Az apokaliptikus történetben a jó felülkerekedik a rosszon, Áslon, Narnira királya és teremtője, megöli a fehér boszorkányt, és véget vet kegyetlen uralkodásának. Manapság Lérit hagyománya újra éledőben van, köszönhetően a késői 20. század feminista mozgalmainak. A feltámadt érdeklődés arra késztette az írókat, hogy újabb és újabb történeteket vessenek papírra. Figyelmen kívül hagyva, vagy éppenséggel megmagyarázva Lilith kellemetlen tulajdonságait. A feministák megkísérelnek Lilith függetlenségi vágyáról és autonómiára való törekvéseiről írni. Judith Plaskov Goldenberg feminista példázata szerint Lilitre más szemmel kell tekinteni. Eleinte Goldenberg fantáziadús története Bensira alapálláspontjából indul ki. Lilitnek nincs ínyére Ádám mellett alávetett helyzetbe lenni, ezért elmenekül a paradicsomból, és a hiánya ösztökéli Istent, hogy megalkossa Évát. Ám a Goldenberg által újra gondolt történetben Lilit magányos, és megpróbál visszatérni a kertbe. Ádám mindent elkövet, hogy távol tartsa őt, és borzalmas tartalmakat hordozó, hamis történeteket talál ki arról, hogy Lilit miképpen fenyegeti a várandós nőket és az újszülötteket. Egy napon íva meglátja Lilitet a kert falának túlsó oldalán, és rádöbben, hogy Lilit pontosan ugyanolyan nő, mint ő saját maga. Az egyik almafa ágán ringatózva, Éva kilövi magát az éden falain túlra, ahol Lilit várakozik. Ahogy a két nő beszédbe legyedik, rádöbbennek, hogy nagyon sok közös van bennük. Testvéri közösség formálódik közöttük. A Lilit és Éva között kibontakozó barátsága megrémiszti a férfit és az istenséget egyaránt. Nem sokkal Goldenberg prózai darabjának elkészültét követően Pamela Hadász 12 szakaszos verset írt, amelyben megvizsgálja a Lilith dilemáját a nő előképének szempontjából. Címe Lilith szenvedélye. A költemény igyekszik feltárni női démon érzéseit egyes szem első szemében, feltéve a nyitó kérdést, hogyan kapcsolódnak azok a dolgok, melyeket én szeretek azokkal, amelyeket Ádám kedvel. Az első két ember olyan súlyos ellentétbe kerül egymással, hogy nem értik meg a másikat, és nem tudják megtanulni, elfogadni a másik erősségeit. Lilit úgy tekint saját magára, mint Isten hóbortjára, vagy fekete humorára. Hadász Lilitje panaszkodik, hogy feleslegesnek érzi magát, és hogy nem tudja elviselni a paradicsom tompa, művészietlen hangulatát és szigorú korlátozásait. A nők különálló viselkedése miatt elmenekül a helyszínről, és megpróbálja kielégíteni anyai örömeit a várandós nők és az újszülött magzatok megtámadása révén, természetesen a saját kárára. Hádász feminista megközelítése a vers végkövetkeztetésében érhető leginkább tetten, amikor Lilit áttekinti fájdalmas életét, ami a lényegében a szentek közé emelé. Az Isten lélegzetéből megteremt fel Lilit megkéri az öreg kopasz Istent, hogy vegye előtt feleségül, hogy lélegezzen belé ismét. Amikor az Úr ezt visszautasítja, a nő megsértődik, Dühösen távozik, s csupán néhány dolog marad a számára, a világban immár egyedül kell utaznia. Lilith utazásai napjainkban is folytatódnak. Ez szárnyas éjszakai teremtmény igazából az egyetlen fennmaradt női démon a babilóniai birodalomból, ugyanis mindig újra születik, alakja újabb és újabb értelmezéseket nyer. Lilith történeti mítoszának visszatérése lényegében minden nemzedékre hat, tükrözi az adott korban a női szerephez való viszonyulását. Ahogy változunk, az évezredekben Lilith továbbra is megmarad, mint a nő változó szerepének arhetipusa. Fordítói megjegyzés. A fenti munka meglehetősen héber beállítottságú, és emiatt minden bizonyal, teljes egészében meghamisítja Lilith Faródi mi voltát és személyiségét. Az olvasó számára pontosan ismert, miként forgatják ki és hamisítják meg a héberek számos történelmi alak személyiségét. Lilith Sumér kifejezés azt jelenti a lélek helye. Ha pedig Lilith a lélek lakhelye, akkor rendkívül magas minőséget képvisel az Isten mellett a szellemi rangsorban ám sajnos őre elvonatkozó eredeti forrásokat szinte lehetetlen megtalálni és felkutatni. Bizonyára többet tudnánk a valóságról, ha valakik neki látnának a British Múzeumban őrzött, nagyságrendileg százezer sumért cseréptábla lefordításának. Janet Hawkins, Biblia Review 2001. október munkájának felhasználásával.